Orbán Viktor és a kormánykommunikáció egyik kedvenc szólása mondása, hogy mennyire fontos a nemzeti szuverenitás, avagy országunk önrendelkezése, a hatalom önálló gyakorlása. Gyakorlatban ez a nemzeti szuverenitás duma teljesen üres sallang, hiszen a Fidesznek ez nem az ország önrendelkezését jelenti, hanem a saját hatalmának megtartását. Egy szélsőjobbos autokratikus rendszer gyakran a nemzet szólamával próbálja magát legitimizálni. Itt is ez történik. Ebben a videóban megpróbálom 4 nemzetközi példán keresztül bemutatni, hogy a jelenlegi politikai klímában mennyire fontos lenne a valós nemzeti szuverenitás, és mennyire nem képesek ezt politikai vezetőink megvalósítani. Ukrajna. Több mint 2 éve támadta meg Oroszország Ukrajnát. Bár nemrég Avdiivka elesett, mert védői a bekerítés elkerülése érdekében elmenekültek, a frontvonalak keveset változtak az utóbbi hónapokban. Az orosz gazdaság háborús gazdasággá alakult át, ami kevés GDP növekedést látni, ha elhisszük egyáltalán az orosz adatokat, amelyekről könnyen hazudhatnak, az a hadiszektor miatt történik, a polgári fogyasztás továbbra is esik. Putyin hatalma viszont megingathatatlannak tűnik. A demokratikus világ jogosan ítéli el az orosz agressziót. Azonban az utóbbi időben nem támogatják Ukrajnát olyan mértékben, mint amennyire szükséges lenne. Németország bár tényleg nagyon sok fegyvert szállít az ukránoknak, újabban habozik. Amerikában a trumpista republikánusok pedig egyenesen blokkolják a már beígért fegyverek szállítását. Miközben a mi szomszédunkban egy vérszomjas pszichopata véres háborút vív nagy részben a saját hatalmának megtartása érdekében, a mi vezetésünk kifejezetten keresztbe akar tenni azoknak a javaslatoknak, amelyek ukrán életeket mentenének meg, és a pszichopatát megállítanák. A demokratikus világ érdeke az lenne, hogy Putyint Ukrajnában megállítsák. Láthatóan Magyarország és Putyin néhány más pincsie ezt kifejezetten akadályozza, míg a többiek nagyon vonakodnak. A magyar kormány annyira köp arra, hogy az országnak mekkora veszélyt jelent az orosz medve egyre növekedő agressziója, hogy miután Putyin minden valószínűség szerint megölette Navalnyit, Navalnyi temetése napján Szijjártó Péter orosz politikusokkal nevetgélve bratyizott. A magyar külpolitika már megint tragikusan önsorsrontó, ha az országunk helyzetét és nem az önérdekelt korrupt politikusait nézzük. Gáza. Gáza helyzete kicsit más. Miközben a világ polgárai tüntetnek Izrael népirtása ellen, a legtöbb kormány alig emeli fel a szavát ellene, sőt gyakran kifejezetten falaz is Izraelnek. Miközben a Dél-Afrika által benyújtott népirtási vád kapcsán a Hágai Nemzetközi Bíróság is arra kötelezte Izraelt, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy ne legyen annyi áldozat. Amit úgy sikerül betartani, hogy nemrég, amikor az éhező gázaiaknak végre eljutott egy humanitárius élelmiszerszállítmány, az izraeli hadsereg a tömegbe lőtt és több mint 100 embert mészárolt le. Nemrég Aaron Bushnál az amerikai légierő egyik tagja az izraeli követség előtt felgyújtotta magát, az ellen tiltakozva, hogy bárhogy is részese legyen az Amerika által támogatott népirtásnak. Ahelyett, hogy tényleges humanitárius tűzszünetre szólítaná fel Amerika Izraelt, Kamala Harris csak átmeneti tűzszünetet volt képes kérni, ami némi előrehaladás, csak irtó kevés. Izrael nem hivatalosan a Ramadán kezdetéig hirdette meg Rafába való bevonulását, ami előreláthatóan kivételesen brutális vérengzés lesz. Lehet, hogy a videó kijövetelekor már meg is kezdődött az offenzíva. Demokratikus világ úgy tűnik, ha érdekel úgy kívánják, akkor magasról tojik arra, hogy az emberiség elleni bűnökkel foglalkozzon. Ha egy nép nem megfelelő vallást követ, vagy nem megfelelő a bőrszíne, miközben az adott nép gyilkosai jó baráti és üzleti kapcsolatban vannak a világ vezetőivel, sőt, lobby pénzzel támogatják is azokat, akkor hiába tiltakoznak az adott államok polgárai, a kormányok nem hajlandók túl sokat tenni a bűnök elkerülése érdekében. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne helyezzünk nyomást a világ vezetőire, mert de helyezzünk nyomást rájuk. Bojkottáljunk, tegyünk meg tőlünk minden telhetőt, hiszen érezhetően van hatása. Bármennyire is lassan, de úgy tűnik valamit csinálnak. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy nagyon lassan és gyakran végletes károk árán fogják ezt megtenni, tehát lehet, hogy a taktikáinkon is változtatni kellene. Szerintem ezt a klímakatasztrófa kapcsán is tapasztalhatjuk. Kongó. A Kongói Demokratikus Köztársaság, röviden KDK helyzete még egy fokkal rosszabb, hiszen Gázával ellentétben a világ polgárai alig tudnak róla. A világ egyik
legszegényebb országáról van szó, amelynek történetét népirtások és vérszomjas diktátorok sora kísérte, és a kolonializmus egyik legnagyobb elszenvedője volt. Ha meg akarjátok ismerni a világtörténelem egyik legnagyobb szörnyetegét, akkor keressetek rá, mi történt II. Lipót belga király uralma alatt. Újabban az Észak-Kivui tartomány helyi székhelyének, Gomának környékén törtek ki csatározások, amelyet egy évtizede az M23 rövid ideig elfoglalt. Az M23 egy helyi militáns szervezet. Tavaly november végén az ENSZ szerint több mint 1 millió embernek el kellett menekülnie otthonából, ami csak töredéke annak az 5,5 millió embernek KDK keleti részében. Az ENSZ békefenntartói több mint egy évtizeden keresztül próbáltak enyhíteni a helyzeten, de a KDK vezetése nemrég több régióból való távozásra szólította fel ezeket az alakulatokat, hiszen eddig sem tudtak igazából békét fenntartani. Korrupciós vádok és ruandai befolyás is van. Elég durva a helyzet. Mindezek mélyén viszont van egy olyan szál, amiről kevesen beszélnek. Kongó a világ egyik legnagyobb nyersanyag lelőhelye, sok arany, ón, koltán, kobalt és wolfram található. Ez nagyon sok nemzetközi céget behozott az országba, amelyek bár úgy tűnik teljesen legálisan is bányásznak, gyakran a céljaik eléréséhez helyi bányászokat is használnak. Ezek pedig nem túl ritkán szörnyű körülmények között végzik munkájukat. Gyakran kifejezetten gyerekeket dolgoztatnak, akik elég kicsik ahhoz, hogy a szűk vájatokban le tudjanak menni és felhozzák a nyersanyagokat. Ezek a vájatok gyakran beomlanak. Az éhező gyermek így olcsó, könnyen cserélhető munkaerő. A terhesnők puszta kézzel mossák a fémeket, ami mérgezi őket és jövendő gyermeküket, és közben megmérgezi a helyi vízforrásokat is. Olyan babonákban is hisznek egyesek, hogy egy bánya felavatásához szüzekkel kell szexelniük, gyakorlatilag felhatalmazva őket ezzel kiskorúak megerőszakolására. Na már most a világ erre a helyzetre magasról tesz. Nem is nagyon tudnak róla. Ha a világ jobban ismerné, akkor a cégeknek nagyon ciki lenne a helyzet, de nagy az üzlet is. A kolton nagyon fontos nyersanyag, ami a modern kütyüjeink, mint például az okostelefon elengedhetetlen alkotó része. Míg a gázai népirtás miatt nagyon sokan felzúdulnak a demokratikus világban, és valamiféle hatást azért elérnek, addig Kongóban az üzlet és a tájékozatlanság miatt szinte semmi sem történik az emberiség elleni bűnök megakadályozására. Szerintem ez nagyon jól mutatja, hogy fontos egy országnak és lakosságának az, hogy ők a világ számára is fontosak legyenek. Magyarország szerencsére az EU és NATO tagja, ezen felül fehér emberek élnek benne, így a nyugati világnak kínosabb, hogy szenvednek. De mi is tapasztaljuk például, hogy a németek mennyire tojnak arra, hogy mit tesz a saját népével Orbán Viktor, ha arról van szó, hogy olcsó munkaerőt tud az ország szolgáltatni a céghelyinek. Csak olyan ország tudja megőrizni nemzeti szuverenitását, amelynek állampolgárai érvényesíteni tudják a saját akaratukat, és a világ hajlandó figyelni rájuk. Tajvan. Végül beszéljünk kicsit Tajvanról. A II. Világháború előtti történelmét most talán kicsit igazságtalanul átugorva, a modern Tajvan történelme a kínai kommunista pártból kiváló nacionalista Kuomintang menekülésével kezdődött, megalapítva a második, vagy a Kuomintang szerint igazi kínai államot Tajvan szigetén, Taipei központtal. A Chiang Kai-shek vezette állam eleinte igen autokratikus volt, de napjainkra demokratizálódott. A két állam egymást nem ismeri el, így gyakran nemzetközi, elsősorban amerikai garanciák kellenek ahhoz, hogy Taiwan biztonságát megőrizhessék. Kína mai napig hivatalos dokumentumokban saját részének nevezi Taiwant, és gyakran fenyegetik is annak függetlenségét. Napjainkban például olyan vadászrepülős behatolásokkal provokálják, amelyek röviden átszelik Taiwan légterét, ahol elvileg azonosítani kellene magukat, de nem teszik meg, de kísérleti robbantásokat is végeznek Tajvan partjaihoz kényelmetlenül közel. Kína folyamatosan jelzi, hogy Tajvan nincsen biztonságban. Kína demokratikus küzdelmekkel szembeni intoleranciája legendás. Leghíresebb példája az 1989-es Tiananmen-téri vérengzés, vagy újabban a 2019-2020-as hongkongi tüntetések brutális leverése. Tajvan modern sikersztori, a kezdeti autokratikus berendezkedésből demokratikus fordulatot vett az ország, melyet gazdaság felemelkedés is kísér. Tajvan már amiatt is kulcsfontosságú, hogy ez egyik legnagyobb mikroprocesszorgyártó a világon. A tajvani állampolgárok is egyre fontosabbnak érzik Kínától való függetlenségüket, így az évek során egyre kevésbé tartják magukat kínainak, és egyre inkább tajvaninak. Viszont Tajvan függetlensége erősen függ az amerikai garanciától. Amerika folyamatosan megígéri, hogy garantálja Tajvan függetlenségét, és hajlandó válaszlépéseket tenni egy esetleges kínai invázióval szemben. Ilyen nyilvános válasz volt Bill Clinton elnöksége alatt az 1996-os
harmadik tajvani szoros krízis is, amiben Amerika legmodernebb fegyvereit sorakoztatta fel szemlézésre. Magyarország szempontjából a probléma az, hogy ha Amerika tényleg meg akarja védeni Tajvant, és szerintem jó is lenne, ha megvédené, de közben be is akarja tartani a NATO-s 5-ös cikkelyt, miszerint ha NATO tagállamot támadnak meg, az olyan, mintha az egész NATO-t megtámadnák, akkor Amerikának döntenie kell, hogy az európai vagy az ázsiai értekszféra a fontosabb a számára. És itt térünk vissza Magyarországra. Magyarország. Donald Trump majdnem biztos republikánus jelölt, és könnyen lehet, hogy az idei novemberi választások után másodszorra is amerikai elnök azzal fenyegetőzött. One of the presidents of a big country stood up said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want." Mi azzal együtt, hogy mostanában igencsak hanyatlott a lelkesedés Ukrajna támogatására, felbátoríthatja Oroszországot, hogy Ukrajna után esetleg máshol is elkezdje ezt a bizonyos 5-ös cikkeit böködni. Oroszország egyértelműen nem akar háborút a NATO-val, de ha a NATO nem tartja be a védelmi kötelességét azért, mert nem akarja, vagy azért, mert máshol van elfoglalva, az az orosz fenyegetés miatt minden kelet-európai ország számára elég veszélyes helyzetet terem. Ezen a 4 példán keresztül szerintem látható, hogy mennyire kínos helyzetben vagyunk. Ukrajnára szegezve a tekintetünket, világos, hogy a nyilvánvaló agresszióval szemben sem teljesen lelkes a demokratikus világ, hogy az áldozatot megvédje az agresszortól. A gázai szituációt tekintetve ez a vezetőség hajlamos szemet hunyni teljesen egyértelmű emberiség ellenes bűnök felett, széles tiltakozás ellenére is, ha az, aki a háború bűnöket elköveti, a szövetségesük. Ha nincsen széles tiltakozás és van vállalati érdek, akkor egyszerűen figyelmen kívül hagynak olyan helyzeteket, mint amilyenek Kongóban alakultak ki. Tajvant nézve, még ha érdekeltek is lennének a nagyhatalmak abban, hogy megvédjék a hazánkat, lehet, hogy egyszerűen nem lesz erre kellő erőforrásuk. Én nem vagyok a háborúzás híve, sokkal jobban örülnék, ha olyan világban élnénk, ahol az erőszakos vadbarmokat kordában lehet tartani. Csak gyakran az erőszakos vadbarmok csak az erőből értenek. A magyar hadsereg ramagy helyzetben van. Bár a katonai költekezés megnövekedett Magyarországon, sajnos mint minden állami költekezésnél, itt sem teljesen tiszta, hogy ezekből a pénzekből mennyi vándorol a Fidesz górék zsebébe. Magyarországnak szüksége van modern hadseregre. Nem azért, hogy mi lehessünk a vadbarmok, hanem hogy az ilyen szomszédunkban háborúzó agresszorokkal szemben valamiféle védelmet fel tudjunk mutatni. Magyarország, mint az utóbbi több mint egy évszázadban újra a történelem rossz oldalán áll. Egy választásos autokráciában élünk, ahol az ország szuverenitása helyett vezetőink a zsebük teletömésével vannak elfoglalva. És nem érdekli őket, hogy ezzel vérszomjas vadállatokat szolgálnak ki. Nemzeti szuverenitás tőlük egy furcsa kifejezés. A fasiszta ideológiában a nemzet különös képződmény, a nemzet gyakran eufemizmusként az ország vezetését jelenti. A nemzeti szuverenitás a Fidesz szájából így nem az ország szuverenitását jelenti, ami tényleg fontos lenne, és számomra is fontos érték, a nemzeti szuverenitás a Fidesznek a Fidesz szuverenitását jelenti. Az ország érdekei nekik nem is fontosak. Így a szuverenitás, a valós szuverenitás első lépése, mint sok minden más ügyben is, legyen az egészségügy, oktatás vagy alapvető emberi jogok, a Fidesz eltakarítása. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Eredetileg sokkal hosszabb volt ez az anyag, de itt is inkább megvágtam, mert nem tudom, mennyire érdekesek az ilyen geopolitikai konfliktusok. Én például annak minden szörnyűsége ellenére nagyon érdeklődöm a modern Afrikában történtek iránt. Ha érdekel, nagyon tudom ajánlani Tom Burgess könyvét, a The Looting Machine-t, ami Afrika nyersanyagainak kifosztásáról szól. Tagjaimnak köszönöm a támogatást, ha tehetitek, ti is szálljatok be a finanszírozásba. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, pörgessétek az algoritmust. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!